A jó szó és az összetartás most különösen fontos, mondta híradónknak Győrtelek polgármestere Halmi József, aki 18 éve igazgatja a közösség életét. Szerinte a kis települések valódi problémáival kell foglalkozni, és választ kell rájuk adni. Ez a vírus minden téren egy más önkormányzatot követelt meg. Elsősorban a szociális területre még nagyobb hangsúlyt kellett fektetni, mint eddig. A tavaszi vírus kezelése az hirtelen jött és több feladatot adott, a mostani pedig az őszi, ez meg súlyosabb, inkább azt mondom, jobban fel voltunk rá készülve. Igyekszünk mindenkihez eljutni, akinek olyan szükséglete van, amilyen megélhetési, azoknak igyekszünk segíteni. Nekünk ilyenkor minden évben van egy karácsonyi csomagunk, amit megbővítettünk egy ilyen egészségügyi csomaggal, tisztítószer, fertőtlenítő maszkkal. Így is próbáljuk segíteni a maszk használatot, a fertőtlenítést. Ha valahol panaszol bármi, akkor vagy a gyermekjóléti szolgálat, vagy mind a ketten megyünk és igyekszünk segíteni. Győrtelek polgármestere 2002 óta tagja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlésnek. A politikus szerint most a munkahelyteremtés kiemelten fontos terület a térségben. Az önkormányzatnak csak segítő feladata van. Én azt gondolom, hogy ebbe akár a megye önkormányzat, akár a települések igyekeznek előre menni, előre mozdulni. Nagyon fontos a mi térségünkben is, szerintem egyébként az M49-es út, amelynek a tervezése befejeződött. Én azt gondolom, hogy célegyenesben van is, egy belátható határidőn belül megépül. Azt látom a megye önkormányzatnál, hogy nem a politikai viták csengnek le megyére is, hanem igyekszünk együttműködően a megye érdekében dolgozni. Egyre kevesebb hatáskör van a megye önkormányzatnál, ezért felerősödnek a választókerületi együttműködések. Én azt is sajnálom, hogy a kistérségek megszűntek. Itt Mátészalka környékén nagyon jó együtt tudtunk működni, tudtuk egymást segíteni. Győrtelek közösségében évekkel ezelőtt kiépítésre került a szennyvízhálózat, felújításra került a művelődési ház és a polgármesteri hivatal, elkészült a kerékpárút. A középületek pályázatok révén folyamatosan megújulnak, amely fontos a falu összképe szempontjából, csak úgy, mint a fásítási program és a zöld felületek kialakítása. A közösség életében rendkívül fontos az összetartás, a fejlesztések érdekében a helyi lakosok közreműködésére is számítanak.